Abból az alkalomból gyűltünk most össze, hogy a polgármester úr a Csékutiak részére egy jövőben kialakítandó közösségi térnek való helyet adjon át. Úgyhogy én meg is kérem a polgármester urat, hogy mondja el a helyel, területtel kapcsolatos elképzelését. Kedves barátaim, tehát azt így bevezetőként megállapíthatjuk, hogy valami mozog Csékuton, és persze Padragon is, de most Csékuton vagyunk, tehát Csékuton valami mozog. Azt már nehezebb megállapítani, hogy mi mozgatja ezt a mozgalmat. Én arra gondolok, hogy nem mi, ha valaki erre gondol, hanem maguk azok az emberek, akik ezt a városrészt lakják. Ugye már a 2000-es évek elején itt megalakult egy baráti kör, amelyik nagyon szép eredményeket ért el, különböző események kapcsán, emlékműállítás, a falu identitásának a meghatározása, a templom és a városrész neves személyiségeinek, vagy személyiségeikre történő emlékezés, és így tovább folytathatnánk, tehát az itt lakó emberek mozgatják ezt a városrészt. Nekünk talán annyi érdemünk van benne, hogy ezt mi is felismertük, és arra gondoltunk, hogy ennek szervezettebb keretet is lehetne adni, és ugye az alkalmat erre pedig azt szolgáltatja, hogy elindult az Ajka 60 program sorozat, amelyik tulajdonképpen azt szolgálja, hogy a jövő évben lesz Ajka városa 60 éves, és ennek keretében a városrészek egymással versenyeznek. Ez a verseny ez jól áll, jó eredmények születnek, olyan emberek és események kerülnek a felszínre, amikről korábban nem is tudtunk. Ugye a 800 éves versenynek is volt ilyen jellemzője, és a 60 éves versenynek is ugyanezek a jellemzői megvannak, és ezt a keretet szeretnénk arra felhasználni, hogy valóban a városrésznek a korábbi régi erős intenzitását és identitását visszaadjuk. Ebben az is szerepet játszik, hogy azok az egyesületi vezetők, akik ebben a városrészben működnek, azok megtalálták a hangot az itt lakó emberekkel, és ahogy említettem, nekünk már csak az a feladatunk, hogy ennek szervezett keretet biztosítsunk. Majd az Ági biztos beszél erről a térről. Ugye ennek a versenynek a keretében mi mindenkitől kötelező feladatként azt kértük, ugye 10 indulója van ennek a versenynek a városban, hogy egy közösségi teret alakítsanak ki, és egy közösségi teret fejlesztenek a város rész javára. Most itt állunk egy leendő közösségi tér előtt, ami ugye tegnap előtt még egy ház állott, ugye egy nevezetes ház, mert valamikor ez volt a tanácsháza. Tehát ilyen szempontból, hogy a közösség visszatér ahhoz a közösségi szellemhez, ahonnan elindult. Tehát itt egy tanácsház állt, ami aztán később varoda is volt, meg idősek otthona is, így van. De hát két nap, ami egy jelentős késedelmet okozott, mert az a tegnap meg a ma lehullott eső miatt nem tudtuk befejezni a térnek a valódi kereteit, a valódi kialakítását. Ugye nem tudtuk a földet megfelelően elrendezni, az alapokat nem tudtuk megteremteni, és az a zöld terület, amit a három fenyőfa mögött látszik, az még rendezésre szorul. A teljes terület az 1100 négyzetméter, tehát ezt az 1100 négyzetmétert, ezt gondoltuk a Csékuti városrész közösségi terének, és az itt működő egyesületek és a lakók feladata, hogy ezt valóban közösségi térré fejlesszék. Én ismerem azt a programot, amit az Ági írt, Paksáni Ág írt a térrel kapcsolatban, de az a helyes, ha én erről nem beszélek, mert ez nem az én ötletem volt, hanem az Ágié, úgyhogy majd az Ági erre biztos vissza fog térni. Annyit azért hadd mondjak el, hogy nekem nagyon tetszik az az elképzelés, ami itt megvalósulni látszik, hogy mi lesz itt. Ez gondolom, hogy a városrész lakóinak is elnyeri a többségét, hiszen ugye Csékut, ahol az a forrás, ahol csőből folyik a víz, tehát ezt a szervezők és nevezetesen az Ági szépen megálmodták, úgyhogy ez jónak látszik és szépnek. A
Versenyben egyébként a Csékuti városrész jelenleg a negyedik helyen áll, néhány ponttal lemaradva a Rendeki városrésztől, de hát a harmadik helynél rosszabbat ugye el sem tud senki sem képzelni, hiszen a 800 éves programban harmadikak lettetek, és akkor 4 millió forintot nyertetek. Most ha ezen a pozícióban maradnátok, itt is 4 millió forint egyébként, de a harmadik hely az már 16 millió forint. Tehát itt érdemes azért most néhány pontért még lelkesedni és hajtani, azért 4 meg 16 között azért ott jelentős különbség van, úgyhogy én bízom benne, hogy a Csékuti városrész kitesz magáért, és megvalósítja azt, amire talán még a legidősebbek sem gondolnak, hogy újra éli a városrész, a régi falu önmagát, és meg tud valósulni, amit sokan gondoltak, de el sem tudnak hinni, hogy ez megvalósulhat. Én ezek után szeretném átadni ennek a közösségi térnek a tulajdonlapját, tehát ez igazolja, hogy ez a város tulajdona, és ezt a tulajdoni lapot szeretném átnyújtani Paksáni Áginak, az Egyesület vezetőjének, azzal, hogy valósítsátok meg ezt a közösségi teret, és ránk számíthattok, tehát nem kell nektek munkagépekkel idevonulni, azt elvégezzük majd mi, de a tervet, ami nagyon szép, és a tervnek a kiegészítés, ami nem pótolható, mert azt az itt élőknek kell megfogalmazni, nem nekünk, azt valósítsátok meg, és akkor nem csak a város rész, az egész város elismerését váltjátok majd ki. És mindenkinek jó erőt, egészséget kívánok, évezzétek az életet! Köszönöm szépen, hát mindnyájunk a Csékuti baráti kör és az egész Csékuti lakosság nevébe. Hát én is készültem egy-két köszönő szóval. A projektre, amit elismerő szavakkal illetett a polgármester úr, én azért nem szeretnék bővebben kitérni, mert az egy beadott anyag volt egy pályázatra, amit mi maroknyian megbeszélve és összedugva a fejünket megterveztük, és hát kivitelezésre jónak találtuk. De most pont az a lényege, hogy ugye akkor még nem hittük el, hogy lesz közösségi terünk, az biztos, amikor ezt beadtuk. De most tényleg itt van. Most viszont én azt gondolom, hogy meg kell várni mindenkinek a javaslatát, és újra összedolgozni, mindenki szóljon bele, hogy tényleg a közösség akarata érvényesüljön. Úgyhogy én erre majd részletesen nem térek ki. Most minden esetre azt szeretném elmondani, hogy nagy örömmel veszem át ezt a közösségi teret a Csékuti baráti kör és a csékutiak nevébe, mert ugye tudjuk, hogy már régóta tervezte az önkormányzat, hogy Csékutnak is kell egy közösségi tér, mivel annyira sűrűn beépített házakkal ez a falu városrész, hogy nincs egy szabad park, egy olyan lehetőség, ahol az emberek egy szabadidős tevékenységre össze tudnának jönni. Igen, mi csékutiak mertünk nagyot álmodni, és szeretnénk is megvalósítani, hogy ez a park az önkormányzat segítségével egy kellemes színfoltja legyen a településünknek. Rajtunk áll, hogy mit szeretnénk, és mit tudunk kihozni ebből a sivár területből. Hát igen, így nulláról indulva szép lesz ez a kihívás, és reményeink szerint szép lesz majd az eredmény is. Ehhez hívom én most a csékutiakat segítségül, és kérem, hogy mindenki, mint ahogy az előbb is már elmondtam, lépjen elő a javaslatával azért, hogy egy közös célt tudjunk kitűzni, és azt megvalósítani. Tehát várjuk az ötleteket. Egy mondatban szeretném még elmondani egy picit részletesebben ennek az épületnek, illetve a helynek az eredetét, történetét. A lebontott épületnek a múltja, mivel már a polgármester úr is említette, hogy milyen közösségi célokat szolgált, tehát a múltja is predesztinálja arra, hogy ez egy közösségi tér legyen. Minden esetre a helyiek és az idősebb generáció számára az évek során ez elég sok funkciót betöltött már. Eredetileg a Kuczler család tulajdona volt,
akik itt boltot, és a legendás Kutzler, később Kőhalmi kocsmát működtették itt. Az 50-es években helyet adott valóban a tanácsházának, a 60-as években itt rendezték a csékuti búcsúkat, búcsúi bálokat, a szüreti bálokat, majd valóban öregek napközi otthona, és Varoda is volt. Egy rövid ideig, most tudtam meg én is a régi csékuti lakosoktól, működött itt, vagy legalábbis helyet kapott itt két bányászlakás, és könyvtár is egy rövid ideig működött. Az épület azonban abban az időben épült, amikor itt nagyon rossz minőségű építőanyagokat lehetett kapni, azt is nagyon nehezen lehetett ahhoz is hozzájutni, és a szigetelés hiányosságai miatt látjátok, hogy alaptalán nem is volt, olyan rossz lett az épület állaga, hogy a lebontás már elkerülhetetlenné vált. Hát így lett ebből az épületből egy falu képet romboló, rontó épület, és mi most ezt szeretnénk nyilván az önkormányzat segítségével pozitív irányba fordítani. Hát az Ajka 60 projekt keretében ehhez kérem a megjelentek segítségét, hogy összefogással segítsük elő, hogy valóban Csékut épüljön, szépüljön, mint ahogy mi mindnyáján szeretnénk, és lehessünk büszkék a környezetünkre és a lakóhelyünkre. Köszönöm még egyszer az önkormányzattól ezt a gesztust, részletekről, hogy eljöttetek és meghallgattatok benneteket, és továbbra is számítunk mindenkire. És az, hogy ez most én rám hárult, ez az átvétele, meg a beszéd, ne hagyjatok magunkra, itt nincsen a Csékuti Baráti Körnek kimondott vezetősége, és nem egy bejegyzett egyesület. Mi önkéntes szervezet vagyunk, akik összefogással teszünk Csékutért, és továbbra is ezt tettünk, és továbbra is ezt szeretnénk tenni. Köszönöm szépen még egyszer. Júlcsi, a Júlcsi, a szekrénybe hozzá föl, majd azt ráírjuk. Csak egy nagyobbat, hosszabbat, ne jár rövidet. Egy hosszabbat hozzál, amire rá tudjuk írni. Adok akkor az Gyuri. Gyuri, gyere, akkor úgy jó.